Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakelmetál autóalkatrész. Mivel legutóbb nagyon sokan örültetek annak, hogy Danival összeraktunk egy ilyen podcastet, és kevesen nem örültek neki, igen, mert hosszú volt, ezért ismét eltelt egy hónap, úgyis ismét nekifutunk ennek a dolognak, igyekszünk majd egy kicsit rendszeresebbre venni, csak ugye a nyárral járó pörgés, a nyárral járó szabadságolások, és a szabadságolások miatt a futó pörgés, az megnehezíti ezt a dolgot, de megint igyekszünk tartani azt a struktúrát, hogy egy kicsit beszélünk a minket körülvevő dolgokról, hogy mi van velünk, aztán az adás második felében pedig igyekszünk okosokat mondani aktualitások kapcsán. Mert az a múltkor se sikerült, és megpróbáljuk majd hát, ha most fog. Sziasztok igen. Egyébként. Igen. A stúdióban Vince Dániel és Túrcátal. Arról beszélgettünk reggel, hogy ki hogy jutott az autós egyetfejlődése során oda, ahova. Én hogy lettem unalmas japán autós, te pedig hogy lettél Swiftes bácsi 30 éves korodra? Gyorsan öregszem, szerintem indítsd el te, indítom. Honnan kezdted a történetet? Most nem tudom, hogy én az első autómat számoljam, mert ez igazából a nulladik autóm, ami megörököltem édesapámtól. És hát ez szerintem sokakkal így van, de az, hogyha a te tulajdonod volt a gépjármű. És akkor egyúttal azt is elmeséltem, hogy hogyan lettem nyakatlan zsidó. Jó, figyelj. Ez még valahol a pont úgy hangzik, mint az első autóvásárláshoz vagy eladáshoz köthető dolog, mert akkor még általában fiatalok vagyunk és tapasztalatlanok. És ennyire kevés részletből ekkorát extrapolálni, az nekem az évek és a rutin. Újságírással kéne foglalkozni. Na, szerintem nem. Szóval, hogy megörököltem apukámtól egy szívó dízel 3-as Golfot, amit a feleségem következetesen Günthernek hívott. Nem tudom miért, ez ugye... Gondolom, mert német, nem is az ilyen németes csengésű név. Igen, igen, tehát ez tényleg fehér volt a fényezése, ami már inkább porózus fehér volt, mint fényes fehér. Gondolom, annyira lehetett fehér, mint az én Swiftem piros, így a lakhibákkal, meg ilyenek. Igen, igen, a te Swifted lemosva jobban néz ki, mint az én Golfom nézett ki lemosva. Valahol 60 és 70 lóerő között volt a névleges teljesítmény, amit a gyártó megadott 20 éve. Annak a fele meg volt? Hát akár még. Egészséges volt. Ezt mondta apám, hogy az ilyen pörgős dízel, ezt úgy kell használni. Ez azt jelenti, hogy 3000 fölött csak hangosabb lett, gyorsabb, nem? Akkor olyan, mint egy modern autó egy CVT váltóval. Ja, cserébe 5 literből igazából bárhova elment, de ez egy ilyen nagyon... Fiatalon mondjuk az előnyös tulajdonsága, azért azt kell, hogy mondjam. Az. Tehát, hogy még így a nyári munkából, meg a egyetem mellett összebazsevált pénzből is tudtam tankolni, azért az egy nagyon nagy dolgot jelentett, meg ugye emeltünk vele bárhova biciklizni, és a Rolanddal mentünk biciklizni vele egyszer Sopronba, és ott Győr és Sopron között van egy nagyon hosszú, nagyon lapos egyenes, ahol azt hiszem most már elévült, hogy elmondhatom, hogy elértük a végsebességet. 150. Nem tudom, megvannak azok a B-kategóriás szifik, ahol úgy érzékeltetik, hogy nagyon gyorsan megy az űrhajó, hogy így minden remegés elkezdenek kihullani a csavarok a hajótestből. Na, olyan volt, és még egy előzés... Akkor halálfélelem kísérte ezt legalább. Igen, annyira jól sikerült ez a végsebességteszt, hogy még egy előzésre is rápróbáltunk. És sikerült? Egy E39-es 5-ös BMW volt az áldozat. Tudta, hogy versenyeztek? Jó. Szerintem ez volt az egyetlen szerencsétek. Figyelj, akkor eltaláztunk számára, azelőtt vége volt, hogy elkezdődött volna. De... Szóval, hogy lettél te ebből nyakatlan? Mindjárt elmondom, hogy lettem miatt a nyakatlan zsidó. Az. Szóval, hogy én ezt az autót így alapvetően szerettem, de ezt apukám ugye azért adta oda nekem, mert hogy ő már nem kívánta életben tartani. Ákolni. És hogy ugye elkezdett eléggé elhatalmasodni az oxigén a kasznin. A légköri oxigén egy mohógáz, mint tudjuk. És a küszöbb végek nagyon csúnyák voltak már a végére. Hát tudod, ez a szokásos, hogy először csúnyán emelték, aztán odaverték valahova, és akkor ott elindul a rózs, de amúgy ilyen szempontból kifejezetten jó állapotú volt a kaszni a motor. És eljött hozzám ezt egy jó ember megvenni, és mondtam neki, hogy fél próbált ki az autót. Á, nem, látom, milyen, ez egy Golf. Alkutott belőle valami istentelen nagyot, én így nagyon amatőr voltam még ebben a kérdésben, azóta sem vagyok, tartom magam egy különösebben jó kupárnak, de tényleg valami. Tehát a 350 ezerért hirdetett autóból 70 ezeret alkudott, 80-at, tehát nagyon sokat. Jó, ügyes volt, meg kell adni neki. Ügyes volt, meg kell adni neki. És... Pofátlanul kihasználta, hogy fiatal, vagyis rutintalan. Igen. Na, és akkor... Nagy nehezen rádomáltam, hogy legalább az udvarba tolasson be vele, hogy tudja, hogy milyen betolatott az udvarba, bepakolta az autó téli gumiait, hát nyilván az rendesen vele vagyok, azért azzal adtam. Ennyi pénzé jár hozzá. Igen.
És akkor elvitte az autót, és akkor így már szinte el is felejtettem a dolgot, lejelentettem az okmányirodába, ahogy kell, eltelt egy hét, két hét, és kapok egyszer csak egy telefont az embertől, hogy figyelj, nem megy át az autó a műszakin. Mondom, de figyelj, jeleztem, hogy a küszöbökkel valószínűleg foglalkozni kell a műszakért. Ja, nem, azt le se szarják. Itt azzal van a gond, hogy hiányzik a motortérből egy plakett. Nem? Milyen plakett? Hát tudod, az árhídón van egy ilyen izé, ami így bele vannak nyomtatva a számok, meg az autó alapadatai, meg ilyenek, és hogy az nincs rajta. Na, és most ezen... Hát azt kéne, hogy utalsz nekem 50 ezer forintot, mert akkor felvettem a kapcsolatot a Volkswagen nemzetközi részlegével, és hogy megküldik ezt a plakettet Wolfsburgból. És a posta volt ilyen drága, vagy maga az alkatrész? Nem tudom, de hogy elküldi az alvásszámot Wolfsburgra, és megküldik. Azt hiszem, ez volt a sztori, de most erre nem mernék megesküdni, és mondtam, hogy figyelj, Bori, nem. Mert hogy, és akkor azt mondta, hogy jó, akkor visszaviszem az autót, és ezért, hogy olyan emberekkel megyek oda, akikkel nem akarsz találkozni. Honnan ismered a rokonaimat? Lehet, hogy őnek is a rokonai voltak. Lehet. Nem, ez a veszély, ez kevéssé állt fent. És akkor utána néztem az autónak, ezt Ausztriában helyezték forgalomba ezt a Golfot, ahol a helyi törvények egyszerűen nem tették szükségessé, hogy ez a plakett ott az árhídon meg legyen, elég volt ott csak a tűzfalon, azt hiszem. De a fejlett keleten, azaz Magyarországon, hát, ez indokolt, hogy meg legyen. Nyilvánvalóan. Aztán talált még egy repedést a szélvédőn, amiről én halljak meg nem tudtam. Tényleg nem tudtam, ugyanis valamelyik korábbi tulaj. Ugye a szélvédő sarkában volt egy ilyen 3 centis repedés, és ugye az osztrákoknál voltak ezek a környezetvédelmi besoroló matricák. Azt és hiszem, az pont eltakarta. És valamelyik hárommal előttem lévő tulaj rátette, én meg sosem szedtem fel azt a matricácskát a szélvédő sarkában, hogy megtekintsem. Hát mondjuk tényleg elég... Igen, és akkor... vagy, hogy ezt nem tetted, meg már ne is haragudjál. Ismét fölhívott az ember, hogy akkor most 25 ezer forintot kéne utalnom a szélvédő cserére. Gondolj bele, még ilyen idők voltak, hogy 25 rugó volt egy szélvédő. Munkadíjjal együtt? Nem tudom. És akkor mondtam, hogy hát ezt sem szeretném annyira teljesíteni. És akkor még itt tartom a próbálkozott emberünk, azt meg kell itt már azért jöttek durva fenyegetések, hogy ügyvédi felszólítás lesz, hogy olyan emberekkel jön ide, akikkel én nem akarok találkozni, hogy nagyon rossz emberbe kötöttem bele. Ilyenek, és akkor... Emlékszem a történet azon részére, amikor belekötöttél. Igen. Ja, nem. Jó. Álltam, és nem, megmondom őszintén, mert az első ilyen esetem volt, egy kicsit azért beszartam. Hát meg most azért, mikor fiatal az ember... Igen, 22 voltam, hát 23, igen, nem tudom. Sok fogalmad van az életről. Igen. Nem, mintha most sok lenne, de másmit nem neked, de na... Nincs, az mondjuk ki. Na, és akkor az lett a sztori vége, hogy megkaptam az ominózus SMS-t, hogy te nyakatlan zsidó. És akkor ezzel lezárnak. Ez egy annyira szép epitheteon ordnance volt, hogy ezt így megjegyeztem. Lehet, hogy egyszer még magamra is. Ilyen szépet ritkán mondanak az emberek. Igen. Itt jött kb. 70-80 karakternyi fröcsögés, majd az volt a vége, hogy remélem legalább az éves Pest megy a matricát rajta hagyott rohadék, vagy buzi, vagy nem tudom, mi volt a vége. És nagyon elgondolkodtam rajta, hogy levetettem róla, mert tudod azt, hogy át lehet rakatni a következő autódra, végül is nem tettem. Most kettő dolog jutott eszembe, mert két témánkra is nagyon szépen rá lehetne kötni ezzel. Az egyik, hogy ha ilyeneket el akarsz kerülni, akkor van egy nagyon videó, van egy azt hiszem Check Engine nevezetű csatorna a YouTube-on, és ezzel a témával foglalkozó videó van fönt, hogy hogy ne szívasd meg magadat autóvásárláskor. És még lesz is. Még két résszel folytatjuk. Tanult kollégám készítette ezt a videót szakértő bevonásával, szóval garantált, hogy ez jó lesz. Szóval érdemes egyébként azt megnézni, de nyilván oda kell figyelni amúgy használt autó eladáskor. Igen, és remélem az illető nem hallgatja ezt az adást. Képzeld, még ilyen, akkor én már elég sokat utaztam a munkám miatt, ugye a Total Car-nál akkor kezdtem feltörni, mint a huszárvalaga, és tehát így ilyen üzeneteket is kaptam, hogy látom már, merre járkálsz a világba. Nagyon szar lesz majd, amikor az ügyvédem ír, hogy meg kell jelenned a tárgyaláson, és pont Dubajban vagy. Látom ám. Akkor némi irigységet vélek felfedezni emberünk hát interakcióiban. Nagyon durván belém álltak így, és hogy, de még az ember elején tudod, jó indulatú volt, hogy hú, nagyon pacek lesz a kocsi. Csavar, szétszette, kitakarította, be akarta hifizni, be is hifizte amúgy, ment bele olyan optima aksi, ami szerintem annyiba került, mint az autó maga, tudod, ez a red top. Akkor ezért kellett volna vissza a pénz, hogy azért valamilyen kiadásait legalább visszahozza. Igen. Viszont nekem rohadt meglepő volt, amit én sosem tudtam, hogy te voltál rendes ladás hülye gyerek? Hát a hülye gyerekség nem múlt el, de már ladám nincsen. De hogy lett neked ladád? Meg egyáltalán hogy indult a te autós karrier?
Igazából nem rokonságtól örököltem meg, vagy nem ilyen vonulaton indult el ez az egész. Úgy volt, hogy a szomszéd bácsi szólt, hogy van valami haverja, aki el akarja adni a ladáját, mert már idős volt és nem vezetett, és hogy esetleg nem tudok-e valakit, akinek kell. Ránéztem, hogy véletlenül tudok egy hülyét, aki eddig nem akart ladát venni, de most már nagyon szeretne egyet, és ez egy 1300-as, 2105-ös volt az első, egy szép kockalámpás csoda lada, teljesen gyári autó volt itt, és nyilván a korából adódóan küzdött a rozsdával is. Ezen kívül tulajdonképpen más problémája nem volt. De ez ilyen bácsi lada volt? Tehát bácsi. Hogy megvásárolta 30 éve, majd akár 15 ezer kilométert is belerakhatott? Kilométer szerintem akár volt benne 20 ezer is, de nagyjából igen, ilyen viszonylag keveset használt öreg autó volt, de ilyen komoly tuningok voltak benne, hogy LED szalag volt felragasztva a mennyezetre a belső világítás helyett. Volt benne az a műszer, hogy külső hőmérséklet, belső hőmérséklet, tudod, a kis zöld gombjaival? Persze, hogy volt. Akkor igen, már csak volt, egy kérdésem, van Boros Csános váltógomb? Nem, az hál' Istennek nem volt, golflabda volt a váltógomb. Stílus. Igen, azért stílus. Az a második ladámban is megőriztem ezt a szokást, és abban is ez volt. Úgy volt, hogy megvettem ezt az autót, és lejárt a műszakia, nem volt alkalmas arra, hogy abban állapotában ez átmenjen a műszaki vizsgán tulajdonképpen semmilyen körülmények között. És már úgy látszik, akkor is beütöttem a fejemet előtte, és kitaláltam, hogy én ezt szépen kilakatolom magamnak, úgyhogy semmi közöm nem volt az autókhoz. Most már azért láttam egy-kettőt, nem mondom, hogy értek hozzá, de... Hegeszteni tudtál? Nem. Ez nagyon jó megoldásom volt erre. Volt egy cimborám, általános iskolás osztálytársam volt, aki szerkezett lakatos volt, szóval ő tudott hegeszteni, és akkor megdumáltam, szereztem kölcsön valaki mástól egy CO-gépet, hogy ezért minőségi munkát végezzünk, és megdumáltam a haveromat, hogy hallod, gyere, segítsél, már jó lesz. És meg nem tudtam, mire vállalkozik, ezért mondta, hogy oké. És nagyjából egy ilyen, szerintem, hát fél évig készült nagyjából az autó, szóval azért volt vele probléma, és eljutott odáig, hogy kilakatoltuk. Ugye az elején megmutatta, hogy kell hegeszteni, meg ott a fontosabb dolgokat megcsinálta, utána pedig így magamra maradtam a projektet, amikor már megmondta a szívást vele. És akkor az alapozásig azt hiszem eljutott, és ott szembesültem vele, hogy az autó fényezése az azért egy meglehetősen költséges dolog volt, és akkor az megint egy ilyen... Az egy úgynevezett szakma, sajnos. Azt nem akartam én megcsinálni, szóval ez a szembesültött, hogy megcsinálom én, csak ott szembesültem vele, most fiatal voltam még akkor én is, és ez szembesültött, hogy ilyen irgalmatlan pénzeket kérnek egy autó fényezésért. Hány éve volt ez csak, hogy így el tudjunk helyezni? Mikor volt ez? Szerintem... Decemberben lesz másfél. Nem, ez szerintem 12 nagyjából. Hát akkor szóval, nagyjából mindenkem a Golf. Igen, hát első autó, és az szerintem így igen, gimi után volt. Benzinkúton dolgoztam akkor kutasként, és tulajdonképpen a napi programom abból állt, hogy dolgoztam, és amikor végeztem, bementem a helyi autósboltba, megvettem a cuccokat, amik kellették, és utána meg szögeltem a ladát, és ez tulajdonképpen én éreztem magam az élet császárának. Teljesen jó volt ez, nagyon élveztem. És de mikor jött a sírós váltós? Az utána volt, mert várjál itt. Szóval a fényezésnél újra lefulladt a projektot, egy kicsit megakadt anyagi okokból kifolyólag. Financiális falakba ütköztél. Így van. És akkor volt, hogy kimentem Angliába dolgozni nyáron. Egy bő fél évet dolgoztam kint. És amikor kimentem, akkor el akartam adni ezt előtte. És mivel sürgős volt az eladás, mert meguntam, meg mit én, és akkor úgy voltam vele, hogy amennyiből lefényeztetem, annyiból veszek inkább egy másikat, amin van már saját fényezése az autónak, meg amúgy is most minek álljon ott, amíg én nem vagyok otthon, akkor eladtam. És mikor hazajöttem Angliából, akkor sikerült megvásárolnom egy felújított tűzpiros 2107-est, ami 1005-ös volt, sírós váltóval. De nem azért volt sírós, mert ki voltak a csapágyok. Nem, egy egyenes fogazású. Rendes egyenes fog. Így van. Várjál, bocsánat, én nem vagyok jó a ladás terminológiában. Ez a tolós? Tulajdonképpen igen, mondhatjuk annak is. Imádom a ladába azt, hogy emberek neveiről futóalkatrészeket így mondod, és akkor mindenki tudja, hogy miről van szó.
Máj kiváltó. Igen. Köszi Bálint Sper. Igen. Hát kaszamotor. Amúgy és, az egy kifejezetten az nem komoly, este igen, volt. Nagyon, igen. Vezettem kaszamotoros ladát, hanem teszem. Azért és, az űrtechnológia. Az, igen. És hogy így mondod ezeket a dolgokat, és hogy... Szuromi tengely. Hegyes tengely. Igen, igen, igen. Ja. És hogy ez, én imádom az ilyen szubkultúrákban, amikor ezek így megjönnek, hogy tényleg már az... Nyilván, amikor benne vagy, akkor teljesen más, és már itt tulajdonképpen a nagy részét elfelejtettem ezeknek a dolgoknak, de amúgy igen, azért ez jó buli volt. Na és akkor ezzel az autóval kezdődtek, hogy a kistérségiről is megmozdulások? Igen, és azóta se tudom feldolgozni, hogy mit gondoltam, de... Műszerfa, hogy majd nagyon tuning lesz, én megcsinálom frankón, és alumínium lemezből kivágattam ugye órák, fordulatszámmérő, kilométer óra, feszültség visszajelző, olajnyomás, mindenféle óra volt benne, szépen alulemezből ki volt vágva, karbonfóliával befóliázva, hogy racse legyen. Ötötő, kabron. Így van. Kabonfájba. Látod, már akkor is benne volt ez. Vannak azok a ilyen vadászgép kapcsolók, tehát ez a billenő kapcsoló, ami egyébként a Justy-ba is van. A biztonsági kapcsolónak van egy fedője, hogy ne tud fedél véletlen. Fedél nélkül volt, de a fedeles az ugyanúgy például, mint egy a Justy-ban. Így van. Azok voltak, de ebből van, amelyik világít, hogyha felkapcsolod. A végén a kis LED. A így kapcsoló van, végén a kis LED. Na, én kitaláltam, hogy az összes kapcsolom, és akkor mit én minden a fűtés, a világítás, minden erre volt rátéve, de arra én nem gondoltam, hogy este ez zavarni fog, hogy az az arcomba világít. És mikor először este elkezdtem használni az autót, akkor... Egy pillanatra hadd akasszam meg a történetet. Tudod, ki nem gondolt még erre például? Na. Egy olyan kisebb cég, mint a Volkswagen. Nem tudom, megvan a 2000-es évek 4-es Golf, B5-ös Passat, ilyenek, ami kéken derengett. Én nekem az kifejezetten tetszett, mondjuk ott meg volt az az előnye. Tudom, de ott volt fényerő szabályzó kis tekerentyű, és hogyha letekerted, akkor az de nem vakított meg. Nem tudom, miért gondolták, hogy a kék fény, ami talán a legkellemetlenebb színspektrum ezzel a derengésével. Piros rosszabb lett volna. Nem, de egy ilyen mély narancs, vagy egy halvány sárga. Zöld. Ami így az emberi szemnek így egy kicsit természetesebb, mert oké, hogy le tudtad tekerni, de még akkor is rohadt természetellenes volt. Nem tudom, mondjuk ez nekem nem fáj, de a ladában az igen, mert ott a fényerő szabályzó az tulajdonképpen szigetelő szalag volt, amit utána ráhúztam a kapcsolókra. Ekkor még a benzinkúton dolgoztál? Nem, akkor már kertészetben, igen. Öntözőrendszereket telepítettünk. Neked is jó rohadt kacskaringos volt az a biztos, pálya. Mindent is csináltam. Akasztott ja. Ember nem voltál még. Álisnek, nem is szeretnék. De igen, szóval ez volt a második autóm, és akkor, amikor ezt eladtam, akkor költöztem fel Pestre, és kezdtem el szállodákban dolgozni. Ez volt egy viszonylag hosszabb szakasza az életemnek, amikor szállodában dolgoztam. És mivel Pesten laktam, nem éreztem indokolnak, hogy autóm legyen, és akkor elég sokáig nem is volt egyébként kocsim. És utána kerültem már Oliver mellé. Igen, akkor igen. Ugye a szállodában dolgoztam londinerként elég sokáig. És nem volt kiskönyv. Nem volt kiskönyv. Se kiskönyv, se nagykönyv nem volt. Kiskönyv, se nagykönyv. És tulajdonképpen ott az autókkal lévő kapcsolat az ott indult el, mert csináltam egy Instagram oldalt, amiben igazából, ugye londinerként a feladatköreim közé tartozott az is, hogy a vendégautókat leparkoljam, és ez egy... Ez a volt. Így van, igen. Kicsi szálloda volt, ezért nem volt külön ember, aki csinálta ezt, így a londinernek, mert nagyobb szállodákban külön van, aki az autót parkol, és külön vannak a londinerek, de nálunk ez így egy feladat volt, hál' Istennek. És akkor egy luxus szálloda, egy nagyon, nagyon neves szálloda, és azért oda jó autók érkeztek, és mindig beültem, lefotóztam, csattintottam egy képet, csak így a kormányról, meg így itt semmi extra igazából, de hogy milyen fullosabb eltér az autóra. Órát oda tetted azért a kormányra? Persze a Casiót. No. Egy Casio FV90, talán az a klasszikus digitális Casio, az mostanában azért... Hát igen, de ennek egy sima analóg órám van egyébként, meg van, azt még édesapámtól ballagásomra kaptam, semmi extra az óra, én szeretem egyébként, de nem azért, mert egy különleges óra, csak hozzá mert nekem emlékek, sokat jelent. Na mindegy, de időnként becsattintottam oda, meg utána volt Apple Watch-om, akkor azt csattintottam oda, amikor megjelent az első generáció. És egy viszonylag mondjuk egy követő bázist építettem. Nem tudom, hogy a flex még menő kifejezése a mai fiatal körében, de
Nem tudom, szerintem az olyan cringe már egy kicsit. Az, igen, de most a cringe is cringe, de várjál, most már side-eye van. Igen. Slay. Szörnyű. Múltkor hallgattam a VR igen. podcastet, és abban beszéltek róla, és megint szembesültem vele, hogy öreg vagyok, baszki. És mondd, és ez minden évvel egyre rosszabb lesz. Így van. Te még csak 30 vagy, de én már 32. Na de, ez mi volt ez az Instagram csatorna? Luxury Cars of Hungary. És mekkora volt ez a nagyobb acska követő bázis? Hát minden relatív, szerintem én 10 000 környékére sikerült feltolni. De az simán monetizálható volt akkoriban. Lett volna, hogyha tisztában vagyok ennek a módjaival, de alapvetően igen, és akkor ezzel kapcsolatban kezdtem el először beszélni Olivérrel is, mert a szállodában éppen parkoltam. Egyszer le kellett parkolnod valamelyik autóját? Nem, parkoltam egy vendégautót, és ő pedig a nagy futamra ment a szerelvénnyel, és éppen ahogy jöttem ki, a Szent István Bazilika mellett van ez a szálloda, és a Herceg Prímás utcába jöttem ki, ő pedig a Bajcsin ment a nagy futam depójába, ami akkor még a Deákon volt de a menő depója. Lenne egy ilyen nagy futam most így. Nagyon jó lenne, hogyha van benne drift. És akkor küldtem neki egy képet. Aztán utána pedig kimentem a nagy futamra, akkor pedig mit egy videót küldtem, és akkor ezzel kapcsolatban kezdtünk el beszélgetni először, biztos meg sajnált, hogy milyen aranyos küldött képet, mit tudom én. Aztán azóta olyan meg rendes, nem tud, de... Olyan rendes rásznak tűnt. Így van. Olyan rendes már tudja, hogy azóta már tudja, hogy nem is nem tud levakarni magáról, de nem nyilván ez poén, de igen. Szóval, hogy akkor kezdtünk el beszélni, és akkor már a videózás az úgy bennem volt, tetszett, meg elkezdtem foglalkozni vele, és igazából operatőrként kezdtem el dolgozni, és mikor már úgy stabilabb volt ez az operatőri dolog, sok munkám volt, mit én akkor hagytam ott a szállodát. Én emlékszem arra, amikor még hívtalak operatőrködni a Total Care produkcióba, amit Iván Robi valamikor csináltuk az első TAP szériát, és hogy adtál névjegykártyát, meg minden. Bizony, még azóta is van, mert sokat csináltattam, és nem fogyott el. Olvastam talán egy Rabal könyvet, és abban az a könyvjelző. Az a könyvespolc, ami ki tudnám venni belőle. Igen, hát van még, ha szeretnék egy jelzőt. Azt szeretném, ha aláírnád egyszer, hát ha érték lesz. Jó. De az érdekes, hogy így az autózáson keresztül kulminálódik tovább az embernek az élete. De akkor a 204-es Merci az hogy jött? A 202 az volt előtt. Volt 202-esed? Igen, egy szép ezüst kombi. Ráadásul kombi? 220 CD, az már a CD motoros volt, ugye nem a... Silver, a Man of Culture as well. Így van. És azt Olivértől vettem, ővék volt az az autó. Nem, Árontól vettem. Olivértől megvette Áron, én pedig Árontól. És akkor ott is tulajdonképpen hasonló... Körbejárt, mint egy jó spongli. Így van. Szóval 202 volt, és amúgy egy tök jó kis kocsi volt. 250 AD? Vagy mi volt? 220 CDI. Ó, már az egy CDI. Bizony, azért ez egy komoly kis autó volt. És azt cseréltem le, nem, manuális, ötös manuál. Ötös manuális. Így van. Egy tipikus téli autó volt, mert nyáron voltak bizonyos melegedési problémái, meg azt, hogy nem annyira szerette, de téli hókocsinak viszont tényleg tökéletes volt igazából, egy tipikus ilyen. Apukámnak is volt egy téli Mercedes-e. Volt valami problémája, volt egy OM606-os 210-ese, ami levegősödött. És ez a levegősödés, megjavították utána nyilván, csak ugye kiderült, hogy akármilyen 20 forintos tömítés nem jó bele, hanem a 2000 forintos Mercedes tömítés kell bele, és akkor ezt jó lesz. Ezt megmondta, hogy nem szabad az ógyűrűből. Igen, csak ezt kellett egy-két hónap kísérletezés. Hát és addig az autó olyan izé volt, hogy pont az volt, hogy hideg hajnalokon, tavasszal, pöcre indult, mert akkorát izzított, hogy nem okozott problémát ez a levegősödés. Ellenben, amikor már melegben indított délután, akkor tekerni kellett 3 percet, hogy kilégtelenítsen. Akkor jó aksi kellett hozzá. Hát azért egy kettőt, azért úgy, érted, úgy volt aksi. Igen. Ja. De ez egy jellemző dolog, és akkor itt belesúszta a Mercedesbe. Így van, hát nyilván Oliver mellett nem volt nehéz megfertőződni Mercedesekkel, és akkor utána vettem meg, Simától vettem egyébként a 204-et. Nem mondod. Bizony. Az ő autója volt, tőle megvásároltam, és akkor... Hát ez egy 350 CD? Így van. Nagyon kellemes kis gép volt, szerettem. 275 ló? 270? Valami 240. 40? Aha, nem volt a newtonméter, szóval a nyomaték az volt, az 500 fölött volt emlékeim szerint, meg volt rajta chips tuning. Az már Németországban még a Siva előtti tulajdonos eszközölt rajta ezt, de az nem volt egy túl sikeres chip tuning, ez mint később kiderült, de ez egy másik téma. Igen, és azt igazából azért adtam el, mert rengeteg problémám volt vele, szóval az,
A motor az egy alapvetően, hogyha megkapja a kellő törődést, meg a szakértő által kellő törődést, akkor egy nagyon jó az motor. Az egy nagyon kiforrott konstrukció. De vannak hibái, amivel, hogyha nem foglalkozol időben, akkor csúnyán be tudsz vele. Így van. Csúnyán be tudsz vele szívódni, és hát én csúnyán beszívódtam vele sajnos, aztán akkor adtam el, és mivel elegem volt a drága öreg autókból, ezért... Vettél egy olcsó öreg autót. Így van, ami problémamentes, és hál' Istennek ez teljesen tudja, de ugye amikor a csatorna első videója elkészült, akkor abban is elmondtam, hogy igazából nekem közlekedésre kell a gépjármű, hogy problémamentesen megbízhatóan tudja közlekedni. Szerintem azért az van, hogyha veszel egy ilyen autót, ami így deklaráltan azért van, hogy kizárólag a lehető legolcsóbb, legigénytelenebb, jó értelemben igénytelen módon közlekedjen, azért egy kicsit elkezd a szívedhez nőni, akármennyire abszolút rossz is, pusztán csak azért, mert mindig ott van. Így van. Tehát, hogy nem fogod hagyni. Nem hagyott, így van. És, ez... és annyira a szívemhez nőtt, hogy most készül videó egyébként erről is, kaptunk csatorna szinten. Meg lesz pimpelve a Swift. Már meg van pimpelve, már megvan két napja pimpelve. Így használom, az első osztályú a CarPuride nevezetű ilyen kis, egy kijelző tulajdonképpen, ami vezeték nélküli CarPlay-re, meg Android autó is van rajta, tulajdonképpen egy ilyen fejegység. Én szerintem, hogyha ezt az anyagot jól adjuk el, ez nagyon sok embert fog érdekelni. Képzeld el, kitettem az Instámra egy sztorit, ahogy a gyerek utazik a Priusban hátul, mert már 6 órája úton voltunk, és még mindig vigyorgott. És ez egy ilyen, a rendes gyermek. Igen, és ez egy olyan szívmelengető pillanat volt, hogy ezt megosztottam a nagyvilággal. És nyilván úgy fotóztam, hogy a gyerek kevéssé látszik, de az, hogy hol ül, az igen. Uh-huh. És látszik a képnek a sarkában egy kis fejtámla monitor, amit azért raktunk be, ahol a biztonság kedvéért, hogyha nagyon megkecsmeredik, akkor indítunk neki valami rajzfilmet. Bogyós babóca. A DVD-re ki. És hogy ketten írtak, hogy az a monitor mit tud, és mutassuk meg. Pedig egy kijelző, amiben be tudsz dugni SD kártyát, USB-t, hát meg DVD-t. Ezt tudja egyébként ez is. És azon felül ugye, mivel CarPlay, ezért azon videót nézni nem tudsz, de van benne SD kártya slot, meg pendrive-ot is be tudsz dugni, szóval videót nézni is tudsz, és akkor azért ilyen dupla funkcióként. Azért mondom, hogy ez sok embernek... Lényeg az, hogy ugye a Swift az nem egy kifejezetten extrás autó, azért ezzel szerintem mindannyian tisztában vagyunk, de most már... Figyelj, van benne vezeték nélküli CarPlay és JBL hangrendszer, mert betettem egy bluetoothos hangszórót, hogy mivel nincsen hangszóró se a Swiftben, ezért valahogy át kellett hidalni ezt a problémát, és JBL hangrendszer vezeték nélküli CarPlay-el. Azt az úgy. Azért az autó értékét legalább megdupláztam. Szóval mindegy, erről fog jönni egy külön videó, majd azt nézzétek meg, elérhető lesz a csatornán hamarosan, de nagyon jó cucc. Tervezed amúgy az upgrade-et? Már hogy olyan autó, egy másabb autóra váltani? Más autóra váltani? Nem prioritás, de nyilván szeretnék majd igazából, nem is tudom, golfokat nézegettem, meg fókuszokat, az is tetszik amúgy. A kombi autók mindig közel álltak a szívemhez, praktikussága miatt. A kombizni jó, én is nagyon vágyom, hogy ilyen irányba gondolkodom. Ha lenne annyi önszopatási hajlamom és pénzem, amennyi nincs, akkor nekem egy nagyon nagy vágyom lenne egy 204-es C, 350 benzin, az már azt hiszem 300 lóerő, és abba Tomival hákoltatnék egy kéziváltót. Miért nem egy 6-3? Vezettem 6-3-at sokat, szerettem is a 6-3-at, de én azzal azért együtt élni nem szeretnék. Tehát, hogy az nekem már egy olyan autó, amit így ünnepnapokon előveszed és megsételtetsz, de hogy azzal napi szinten járni, hogy ott a dugóban állva elolvadjon az egész, az nekem sajnálom. Meg az autónak se lenne jó, igen. Mondjuk de egy ilyen... Nem kell dugóba állni. Vennék egy ilyen 350-es, Tomit megkérnék, hogy egy sprinter váltót hákoljon alá. Az Audiról leszeded. Elmennék Köszi Bálinthoz, hogy csináljon spert. Azt de ez gyár. Ja, mert az AMG-hez van gyárulag sper, gondolom. Igen, és az sem egy annyira nagy eresztés. De az figyelj, AMG... én lehegeztem neked. Az olyan rangon felüli lenne az autóhoz egy jó és, és még egy Bilstein gátlószettet alá tennék, és akkor nekem az... Nekem az volt egyébként, igen? Viszont én visszatettem a gyárit, mert az én ízlésemnek nem volt egy H-Ender ültető rugószett, és Bilstein gátlók voltak benne. Nürburgring Edition volt a Bilstein gátlóm. De figyelj, ezekre B6 az utakra... talán. Mindegy. Passz. Talán igen, de erre nem emlékszem. És
nem, én nekem nem. Alacsony is volt az autó nagyon, meg ezekre az utakra nagyon nem volt komfortos. Nekem ez egy álomkép, hogy ez így frankó lenne. De Németországban lehet, hogy tök jól működne. Igen, 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 és ezen nagyon sokszor elgondolkodom, hogy imádnék egy ilyen autót, hogy bent van a család, hogy azért már jól megy, azért jól kanyarodik, mégiscsak egy Merci, tehát ez egy műszakilag nagyon nívós cucc, csak ez tipikusan olyan, hogy akkor kéne... Ezekben már nem szokott nívópálca lenni. Igen, de nem is azzal van a bajom, hogy milyen, hanem hogy ez is már egy picit azért öreg autó. Hát még a facelift is 10 éves. Így van, meg hogy emellé akkor megint kéne mondjuk egy Hyundai Ioniq. Vagy az élet nagy problémája. Vagy egy valami, amivel lehet járni. Vagy egy, mi volt ez, bronkómásolat? Bronkómásolat. Mária. Igen, a témáink közé betettem egy ilyet, csak hogy egy kicsit átugorjunk oda is, hogy ne legyen olyan. Igen. Én ugyan még nem mondtam el, hogy jutottam az autóimmal ideig, de, majd, de ez majd egy következő adás témája lesz. Ez hozzátartozik, szóval igen, 27 millió forintba kerül a mini bronkómásolat. Ez volt a szalagcím, ami felkeltette az érdeklődésemet. És tulajdonképpen, nem tudom, a Bronco egyébként milyen áron megy? Nem ugye? Tudom, most megmondom őszintén, a sajtóbemutatóról lecsúsztunk. Egyrészt én külföldön voltam, másrészt nem hívtak meg. Melyik volt a nagyobb probléma a ketté közül? Egy kicsit is bántott a lelkem, hogy nem hívtak meg rá, de beszéltem Ágó Bélával, aki azt mondta, hogy a jármű pacek. Pacek, és úristen! Bocsánat, 2,7 millió. Azért mondom, mert szerintem a nagy bronkó sincs 27, igen. De hogy ez annyira tündéri, hogy ezt ágyba... Na, szóval ez egy Geely. A 204 kombi mellé egy ilyen, szerintem első osztály, majd rakunk be képet róla, hogy milyen fantasztikusan szép ez az autó. Na mindegy, ennyivel akartam csak megszakítani a dolgot, és akkor vissza kell térni rá, hogy ez most akkor az álomgarázsod, ez a Az álomgarázs, ez mondjuk az, hogy egy reális álomgarázs, tehát mondjuk eladnám a szarjaimat, és elkezdenék egy kicsit spórolni, akkor ezt mondjuk meg tudnám valósítani. Aha. Van a megvalósítatlan álomgarázsom. Ott van Porsche, ha jól sejtem. Hát, ha csak egy megvalósíthatatlan autóm lenne, az a Honda NSX lenne. A régi, a bukólámpás. Igen, tudom. Amiről még a ha TC-nél csináltál. Többet, minden alkalmat megragadtam azért, hogy egy NSX-be ülhessek, néha csak így alibiből megkértem. Az volt Turájapályán is, nem? De az egy másik. Aha. Több NSX van a környezetemben, sajnos. Somorú dolgok ezek. Igen. De ha több megvalósíthatatlan autóm lenne, akkor még állna mellette egy 911. Melyik széria? Technikailag mindegy. Vizes legyen, vízhűtéses, és az innentől kezdve. Az véghűtéses. Értem, és ahogy idősödöm, egyre inkább látom benne, de nekem nem tudom. Szóval fontos, hogy én nem tudok azonosulni ezzel, csak minden egyes alkalommal ezt hallom, hogyha erről van szó, hogy melyik generáció. De nagyon fontos az, hogy időről időre kapunk meghívásokat Porsche-s rendezvényekre, és most már egyszer el fogjuk delegálni Danit. Hogy csináljon róla tartalmat. Most itt csak visszakanyarodva egy rövid gondolat erejéig, ugye amikor csináltam az Instagram oldalt is mondtad, hogy ez a követő bázis azért már monetizálható lett volna. Egyetlen pozitív hozadéka volt ennek, nem igaz, hogy egyetlen, de az egyik pozitív hozadéka az volt, hogy 2 vagy 3 Porsche eseményen is voltam ennek köszönhetően, és elmentem a kis... Akkor botra. Monetizáltad? Nem pénzügyileg, így van, hanem igen, így... Well-being. Pontosan, és nagyon jó volt, mikor azt hiszem az előző panorámát mutatták be, akkor voltam. Hát figyelj, a mostani panoráma lassan 7 éve fut. Talán. Tehát, úgy, nagyon érik egy modellváltás, igen. És szerintem akkor az első reális, igen. A facelift előtti panorámát így van. Vezetted. Igen, amiről és... tudjuk, hogy Panamera. És ez egy poén volt. Igen. Tudjuk, hogy innentől már szar, hogy tudjuk, magyarázni hogy... kell. Igen, és tudjuk, hogy Abramovics sem gyárt kipufogót. Na mindegy, szóval térjünk vissza arra, hogy az autód akkor, hogy a 3-as Golf után hogyan alakult a... Az volt a jó, hogy amikor kifizették, akkor már aznap este. Én nem voltam az akkor ezért nem tudtad visszaadni a pénzt, mert már nem volt meg. Igen, már aznap este ott állt egy MX-5, 800 ezer forintért vettem, és több volt benne. Ott azért a 300, vagy mennyi? 350-i hirdetted, és alkudott belőle 70-80 ezeret, akkor a 270-80 ezer és a 800 ezer közötti viszonylag nagy. Kellett pótolni. Figyelj, egyetemista voltam, külsősként dolgoztam 2-3 újságnál, és egy albérletben laktunk, egy 25 négyzetméteres, vagy 28 négyzetméteres albérletben laktunk a feleségemmel. Ja. Nem, de az a baj, hogy a 28 négyzetméteres... Már a feleséged volt akkor? Nem, igazad van. De azért zavarodtam bele, mert az MX-5 volt az esküvői autó. Tehát azzal mentem a saját esküvőmre, mert a Winkler pont nem tudta kölcsönadni a 760 Elite. Sofőröd volt hozzá?
Tapolcán ez is egy vicc volt, mert tudom, hogy két üléses. Tapolcán volt az esküvőm, és Roland vitt le. Mert ő akkor még nem próbált az MX-5-öt, és így odaadta neki, hogy tessék, vezesd, és lementünk Tapolcára vele. Mindegy. Akkor ott kezdődött. Ott is most sümegen volt az esküvőm. Igen. Na mindegy. De hogy, tehát, hogy már aznap este ott állt ez a lyukas autós, hogy tudod, amikor megveszem olcsón, és majd én megcsinálom. Ez mindig jól sikerül. Sosem. Igen. Sosem, és csináltam a TC-re egy videót, hogy mennyibe került ez az autó a végére, és azt mondom, 800 ezer forintos autóra 1/6-ot költöttem, és akkor még azért lett volna rajta bőven csinálnivaló. És akkor tulajdonképpen mennyiért tudtál volna menni egy jót, ami hát akkor azért 1.600.000 nagyon jó MX-ünk volt, csak ugye nekem ez az 1.600.000 az így nem állt rendelkezésemre, mert munkahelyem nem volt, egyetemre jártam, és de ennek így egy kicsit így ilyen emberileg van egy nagy jelentősége, mert ez volt az első közös cél a feleségemmel, amit elértünk. Mert tudni kell, hogy ezt az autót nagyon szereti ő is, nagyon szeret ez benne pozitív. Utazni, másért, mint én, de ő is nagyon szereti. És ő miért szereti egyébként? A nyitott tető, amikor megyünk, és érzi a növények illatát, hogy csípelnek a madarak. Tehát neki inkább ez a krúzolós dolog van meg, nekem a kanyarsebesség, ebből néha vannak is viták. Én szeretek gyorsan kanyarodni, ő annyira nem, de mindegy is. Tehát mind a ketten szeretjük, és mind a ketten éreztük azt, hogy nekünk erre szükségünk van, és hogy így össze tudtuk rakni, és meg tudtuk venni. És hogy ez egy ilyen, ez volt az első ilyen közös cél, nyilvántalan lakás, stb. És hogy olyan jó érzés volt, hogy el tudtuk érni, tudod. És akkor ilyen egy szép lassan így volt, hogy én tákoltam, volt, hogy különböző szerelők tákolták, de hogy így szépen lassan autó lett belőle, és mire jó lett, hunyorogva, addigra eladtam. Eladtam. Jó. És miért? Mert kellett egy olyan autó, aminek van hátsó ülése. Voltam is, kellett a pénz. De nem. Ugye én szívem szerint minden hónapban más autóval jártam volna akkoriban. Hát de ez tulajdonképpen akkor már igen, és neked, mindig mondják, hogy lehet, hogy neked nem volt 20-30 autód életed során, mint egy rendes autóbuzinak. Hát azért, mert tényleg a TC-nél volt, hogy egy hónapban 6 féle autóval közlekedtem. Legjobb. És volt, ami egy hétig volt, nem volt, ami két hétig volt, nem volt, amiben bejártam fél Európát. Tehát, hogy így nekem az az inger így kimaradt, hogy saját magamnak vegyek furcsa hülyeségeket, mert ezeket így megkaptam. És hogy, de azért egy kicsit így benne volt a fülembe, akkor így kezdtem így belecsúszni ebbe a japán szubkultúrába, és hogy nekem kell egy IS-200. És lett egy IS-200, amiben igazából csalódtam, mert egy nagyon-nagyon jó autó, de mindig mondták, hogy nem megy, mondom, ott rohadjon meg, az MX-5 sem ment, akkor ez biztos azért kicsit kevésbé nem megy, nem, az tényleg nem ment. De automata volt? Nem, 6-os kézi. És annak ellenére se. De szóval milyen motor volt? 200, az 2 literes? 2 literes 150 lóas sorhat. De pedig hogy, lett volna potenciál azért egy sorhat? Figyelj, összepróbáltam a E46-320i-vel, lényegesen jobban ment. Nyomatékosabb, pörgősebb, egy dögledék motor az a 2 literes, nem egy különösebben jó konstrukció, nagyon-nagyon tartós, és ez az összes előnye. Emellett nem megy vele jól az autó, sokat fogyaszt az autó. És a hangja sem volt jó amúgy, vagy? Nem volt hangja. Ha kinyitod a kipufogót, lesz hangja, de az nekem nem zsánerem. Mert akkor használhatatlan. Ilyen fura kis nyünnyögése volt. Egy dolgot nem lehet tőle elvitatni, amikor kinyomtam a kipörgésgátlót vizes aszfalton, és elkezdtem vele ökörködni, és így nyektetted akkor úgy ment, és akkor utána, amikor megállt a piros lámpánál, akkor meg rá akartál indítani, mert azt hitted, hogy lehet. Tehát annyira finoman és annyira simán járt, hogy hát egy sorhat, egy 24 szerepes sorhat azért. Ami nem volt kihegyezve. Az azért az sosem járt csúnyán. Tehát, hogy ilyen szempontból nagyon meg egy rendkívül igényes autó volt, a elől-hátul kettős keresztlengőkar, mi egyéb, sperdifi volt benne, mondjuk erre nem volt hozzá. Azt mondjuk ez becsülendő. És volt rajta úgy fék, amúgy alkantara ülések. Tehát ha így technikailag nézzük, jobb autóm azóta sem volt. És akkor egy kicsit így megjöttem ebből, hogy mert azt gondoltam, hogy ez azért jó ez az autó, mert ebbe majd elférünk a gyerekkel, de azért, hogyha együtt megyek vele, akkor lehet vele ökörködni, na most igazából se ökörködni nem lehetett vele. Se nem fértem és nem fértünk el benne, igen. Ez a legjobb kombináció, amit igen, semmit nem tud. Ezután jött az én Swiftem. A Prius. De ugye megjöttem ebből a prémium autósdiból, hogy ez azért nem az én világom, akkor legyen egy. Szerintem fiatalon egyébként mindannyian keresztül megyünk ezen, én úgy gondolom. És ez egy gondolj, mert ugye hívogató, hogy relatív olcsó pénzből tudsz venni egy prémium autót, de aztán, amikor szembesülsz vele, hogy
ezt fenn kell tartani, akkor jön az igazán nagy pofon. Még a fenntartási sajnáltam, tehát hogy az, hogy az az autó 10-11-12 liter tevet, nem kifejezetten érdekel. Mondjuk ezt nekem is tudta a 204 a 350 CD-vel, igen. De az megy, tehát nem érdekel. Az ment. Itt nem tartozott menése ez a fogyasztáshoz. Az igazán leangol. Igen. Meg... Egy vérbeli autós embernek ez való. Igen, meg ilyen dolgok, hogy oké, nagyon igényes futóműve van, de azért amikor a hátsót fel kellett újítani, GSM-ek, egy-két szillentezék, 150 ezer. És ez 6 évvel ezelőtt volt, ami akkor azért még eléggé tetemes pénz volt. Na, látod, akkor és a fenntartás mondom, csak nem. Igen, de hogy engem ezek a dolgok nem zavartak volna, hogyha kötődök hozzá, vagy megszerettem, vagy ilyesmi, és valahogy ez nem sikerült, és akkor jött az önkéntes cölibátus, hogy akkor most lesz egy Priusom, és addig fogok azzal a Priusszal járni, hogy nem tudok újra venni egy MX-5-öt. És mennyi idő volt egyébként ez a szomorúság, amíg csak Prius volt? Szerintem 2,5-3 évig jártam a Priusszal. Akkor a mostani MX-5-öt az így viszonylag friss, relatíve friss vásárlás. Másfél vagy ez még? Aha, akkor igen. Nem, bocsánat, 2, mert emlékszem, hogy Erik 3 hónapos volt, amikor elmentünk az MX-5-ér, és úgy nézett ki, hogy elhívtam a ürömen élő jó barátomat, hogy figyelj, haza kéne hozni egy autót, és hogy hozta a Priuszt benne a gyerekkel, mi meg mentünk elő a Zsófival az MX-öttel, és kurva jó volt, és egy... Király. Hát, nem tudom. Az egy széria elejé fapad volt az első, nagyon rossz állapotban. Ez azért egy jól felszereltem, most ez egy széria végi, kvázi fullos, és jó állapotú, ez még van vele munka, de hogy itt most... Erről is van nagyon jó videó a Check Engine-en, hogyha esetleg szeretnétek megtekinteni. Pusztító mennyiségű és pusztító minőségű. Így van, és egy elég amatőr hiba a futómű lehúzása, de ugye ezt elmondtátok a legutóbbi kommentes videóban, hogy ez már javítva lett. Így van, és igyekszem többet nem elrendelni. Így van. Igen. Meg én is. Szóval, hogy, és most itt vagyok, hogy ezzel az autóval érdemes foglalkozni, érdemes hákolgatni, mert hogy itt ugye egyrészt ilyen... Tehát, hogy ez már nem fog veszíteni az értékéből, az inflációt minimum követi, de nyilván nem befektetési céllal vettem, mert azért az... Akkor állampapírt vettél volna. Nem, napelemet. Igazad van. Ja, hogy ez most úgy tudok kötődni, és fura módon, hogy a Priushoz is elkezdtem kötődni, mert... Figyelj, megbízhatom, amit mondtál te is, bele az üzemanyagot, és hogy igen, nem hagyott, tudod, hogy számíthatsz rá, és ellátja a feladatát. Kipróbáltam a végsebességét a német pályán, és ez most nem csak előzünk, hanem tényleg Németországban voltam bele. 150-nél többet megy. Tilt az autó, tippeld meg mennyire. Hány sebesség? Kérdezted, hogy hány sebesség, és hát vezetted. Hát de... De milyen váltó van ebbe egyébként, vagy ez milyen... LCVT-nek hívják, és tényleg, hogy működési jellegéből, tehát amit érzékelsz, az tényleg olyan, mint a robogónak a szíjas CVT-je, de semmi köze működésileg ahhoz. Aha. Tehát mechanikailag egyáltalán nem olyan, csak az érzet olyan. Hát nem tudom, figyelj, 170-nél többet szerintem nem lehet. 180 km/h-nál ütközött falba. Azt a mindenit. És kijött elém egy Astra, és hiába villogtam, nem ment le. Mondjuk ezt a részét meg nem lehetett túl rémisztő. Rohadt nehéz komolyan menni, amikor a nyakadba esik egy Priuszba. Figyelj, féktávon úgyis megfogod. De mondom, tehát, hogy mentünk el Szlovéniába, meg megmásztuk a Vrisics hágót szerintem 5-6 alkalommal, mert az egyik felé laktunk, és a másik felén voltak a látványosságok, és az 600-ról mentünk föl 1750-re. Mennyit fogyasztott? Aztán kimentünk Németországba, autópálya, aztán volt benne kis országutat, rohangáltam vele boltba, ilyenek. Tehát csak a Serpentinen. Serpentinen? Hatig ment föl. Hatig ment föl. Nem tudtam nagyon hegyezni, mert a Vrisics hágóra a fölvezetés az olyan, hogy 10 méter egyenes, egy iszonyat meredek kanyar, 20 méter egyenes, iszonyat meredek, 10 méter egyenes, és tényleg, tehát ott nem lehet jól menni. Driftelni kellett volna. És nem, várjál, le van macska kövezve minden kanyar. Tehát az egyenes szakasz a Serpentinen az. Hát az meg macska kő. De oda gyenge autóval is mehetsz driftelni. Ha esik, akkor mindenképp. Mindegy, és itt így 6 liter bír fogyasztani, de 2700 kilométert mentem így most az alatt a két hét alatt, és így volt a nagy átlag 4-8. És autópályán, szóval autópálya tempó 130? 130, hát vagy hogyha nem volt korlátozás, akkor ilyen 150-60. 80.
Hát egyszer próbáltam ki, na, és akkor is bejött elém egy Astra. Tudod, percek ez óta... Ez egy jel, hogy nem kell az autónak ez. Percek óta gyűjtögeted a tempót. Ah, most már elgondolod, egy kis lejtő segített minden, és akkor kijön egy Astra. És mennyi időre sikerült elérni egyébként a végsebességét? 15-20 perc? Mert le akartam mérni stopperrel, Apple vagy csak lemerült. De... Mondjuk inkább az óra merüljön, mint az autó. Ja. Ilyenkor szárazra szívja az akut. Mert ugye a gyorsításhoz felhasználja a villanyomotor teljesítményét, és akkor lemegy. De érdekes volt, igen, és hogy jó lett volna ezt mondjuk egy 204 kombival lenyomni ezt az utat, de eddig lehet nyugodtabban játszott volna a hátsó ülésem. Tehát gyereknek nem tűnik föl semmi. Vittem múltkor egy kört a pleddel, ugyanúgy... Láttam, igen, hogy unott arccal ült át. Mibe fognak már ők felnőni, hallod? Milyen autóba fognak felnőni, amikor majd meséli az osztálytársaság? Neki nem lesz ladája szerintem. Emlékszem, amikor apukám vitt a Plaid Teslával, hú, annak még kettő kellett 100-ig, emlékeztek? Milyen? Ma már nem mennék ki vele a forgalomba. Nem lehet vele rendesen autózni. Szerintem megbeszéltük szüntessük be az autóinkat. És akkor kössünk rá egy vidám témára egyből. Kössünk rá egy vidám témára. Norbik? Így van. Kis Norbi. Hányadik alkalommal? Sokadik alkalommal nyert... Nem, a nagy Norbiról beszélünk most, mert kis Norbinak is ugye az eredményei szépek, de a... Nem, nagy Norbi. Hegyi. Én akkor... Hegyi. Ja, én el vagyok tévedve akkor, mert de ugye kis Norbi megy kamionnal a Kamion Európa bajnoksághoz. Így van, Révész Team. Igen. Nagy Norbert, hegyi elvésorozat, 8. állomásán. Két versenyhégével a kontinens bajnokság vége előtt a kategóriájában behozhatatlan előnye van, így Európa bajnok lett. És ugye erről az olasz futamról néztünk videót, emlékszel? Igen. Dermesztő. Igen. Most azt kell tudni, hogy ugye ő egy E46-tal megy, egy 30 ível, nyilván átrakított az autó, és hogy olyan jól sikerült eltalálni a végáttételt, hogy ötöst váltott a hegyi felfutón, és egy ilyen 4-5 másodpercig tiltáson megy az autó a hegyi pályán. Félelmetes. Azért az zorral dolog. Az nagyon zorral dolog. Az nagyon zorral dolog, és hogy engem kevés érdekel az autósport, de azért a hegyi felfutó az, amit szeretek nézni. Egész egyszerűen azért, mert sokkal, de sokkal átérhetőbb a tempó, mint egy pályaversenyen, ami csak annak tudható be, hogy szűk, és emiatt talán az legveszélyesebb szakág. Igen. Legveszélyesebb szakág, mert jellemzően szerintem... az egyik oldalon egy sziklafal van, a másik oldalon egy szakadék. Igen. Egyik el sem akarsz találkozni. Hát, nem is tudom, talán a sziklafal még egy fokkal jobb, de onnan úgyis a szakadékba kötsz ki, hogyha a sziklafallal igazán találkozol. De szerintem amúgy minden autós embernél megvan, hogy egy ilyen elismerő gondolat ébred benne, mikor a hegyi felfutóról beszélünk, hogy na az azért valami. Az igen, én nagyon szóval szeretném. Ez szép teljesítmény. Nagyon szeretném egyszer kipróbálni, hát, hogy ha lenne olyan, mint a amatőr szlalom, hogy ez itt most egy amatőr hegyi felfutó, akkor arra biztos beneveznék. Szimulátorban egyébként volt egy idő, amikor Pikes Peak-en mentünk a haverokkal, és az ottani hegyi felfutót hegyeztük, azt hiszem, akkor az volt a kattanás, hogy egy esélykvatróval, ami egy könnyen vezethető autó. Igen. Szóval már így szimulátorban is amúgy egy zseniálisan jó dolog ez, de nyilvánvaló életben azért ez egy fokkal még jobb volna. A Pikes Peak meg ugye különösen érdekes, mert ugye annak van egyfajta nimbusza, és hogy az az amerikai versenyág, ahol az európaiak nagyon nagyot tudtak alakítani, és tehát még az IMSA sorozat volt ilyen, ahol az a nagyon jellegzetes Audi ment, ha emlékszel, az IMSA GTO Audi nincs meg. Nem, nincs. Okolian kiszélesítve, irgalmatlan nagy turbóval, ilyen... Meg kell néznem, és majd betesszük a képet is ide. Igen, igen, IMSA. Igen. Mindjárt mutatom, várjál. IMSA GTO Audi. Audi 94, tehát ez az autó, amit meg garantáltan lettel. Jaj, tudom, persze, így igen. Igen, igen. Ez volt az egyik amivel tényleg komoly eredményeket. Van is egy dokumentumfilm, aminek az a cím, hogy Unfair Advantage. Tisztességtelen előny. Annak tűnik, igen. Igen. De a másik meg ugye a Pikes Peak, és összön, amikor a Michel Mouton nyert, akkor ott az amerikai média úgy is csinált, mintha nem lett volna abban az évben verseny. Szép ezek. Eszelős is. Gyerekkorom egyik hősi amúgy, Carlin Dunn, bringás volt, ilyen Big Mountain stílusban nagy veretettet, hogy mit tudom én, egy 4 emelet magasról ugrik, hátra szaladott, meg ilyen hülyeségek. Ducatival versenyzett Pikes Peak-en,
és ugye valami gyári támogatása is volt, de néhány éve meghalt szegény is, ráadásul pont Pikes Peak-en. Ugye motorral ott, ha elkottázod, akkor az ott nem tudsz kicsit esni. Autóval is veszélyes, de azért a motor az még mindig egy fokkal veszélyesebb minden körülmények között szerintem. Na, de akkor, hogyha már az első Norbit nem sikerült normálisan eltalálnom, és így kicsit vakon voltam. És ezért elnézést is kérünk. Így van. Van egy Mihalis Norbink, aki viszont Mihalis Norbi, és a napokban találkoztunk többször a hírrel, hogy rallyban fog menni, kipróbálja magát. Kipróbálja magát, vagy ez egy több futamos dolog lesz? Én olyan cikkekkel találkoztam, hogy kipróbálja magát, hogy ez neki egy régi álom, amit szeretett volna kipróbálni, és akkor most lehetősége nyílt erre. Skodával fog menni? Nem. Készültem és tettem be jegyzetbe ezzel kapcsolatban. Én szerintem ott esik szó erről is. Tü-tü-tü. Nagyon konkrétumot még nem tudni, annyit tudni, hogy októberben lesz a megmérettetés. Tü-tü-tü. Gyerekkori álmát, igen. Hyundai Motorsport. Bocsánat, I-20, miért gondoltam Skodára? Nem, azért csodálkoztam rajta, hogy azért egy nyári Hyundai versenyző meglehetősen fura lett. Rally 2? Így van. Igen, FIA RC hazai fordulójában, igen, Nyíregyháza központjában, hát, szóval ide akkor el tudunk menni tulajdonképpen megtekinteni őt. Igen, és nagyon jó lenne elkapni majd egy podcastre ezzel kapcsolatban, de hogy az szerintem nem lehet majd egy kavicsot leejteni a pálya mellett. Valószínűleg talán. Bízom benne, igen, hogy ez rengeteg embert oda fog vinni, sőt, szinte biztos, hogy Norbi rengeteg embert oda fog vinni. Rohadt izgalmas, amikor így autóversenyzők kipróbálják magukat másik más szakágákban. Azt hiszem most Robin Pera driftben megy. Ja, igen, és ugye most múlt hétvégén volt a Driftmastersnek az utolsó fordulója. Varsóban egy stadiont 3 nap alatt leaszfaltozták. Majd 1 nap alatt felszedték. Így van, igen. Lement a verseny, és 1 nap alatt ezt ők 53 000 jegyet adtak el, tehát házas volt, irgalmatlan hangulata lehetett. Magyar Tomi meg a Róna Peti Hubdino-tól meg többen így voltak kint itthonról. Sajnos nem is szóltak időbe, ezért mi nem tudtunk menni, de beszéltük Olivérről, hogy jövőre mindenképpen el kéne menni, mert biztos, hogy ennek olyan hangulata van. Szerezzünk egy sajtóakkreditációt, le tudunk menni a boxba, esetleg ilyenek az. Mindenképpen egy jó tartalom lenne, és akkor tulajdonképpen elsőként kvalizta magát, szóval ő neki volt a legjobb kvaliköre, úgyhogy alapvetően ő egy wildcard-nak hívják, card-nak hívják, szóval ilyen beugrós versenyző, aki nem megy végig a bajnokságon, csak egy-egy körre ugrik be, és ilyen versenyzőként ő ment a legjobb kört. Viszont nagyon fontos itt hozzátenni, hogy Piskolti Kevin, ugye, aki Mastersben megy már 3. éve, hazánk gyermeke, ő 2. lett. Robin Pera mögött? Így van. Azt a mindent. Igen. És úgy van, hogy ugye driftben bírók pontoznak, 3 bíró van, és 100 a maximálisan adható pont. Robin Perának volt 99, Kevinnek pedig 98 pontja volt. Szép. Ez Kevintől nagyon-nagyon szép. Az idei évben akkor volt már több. Akkor nekik is így van, innen is gratulálunk Kevinnek. Az idei évben volt már több ilyen szép teljesítmények kvali téren. Nagyon szépen fejlődik Kevin. Ez eszméletlen lehetett a rendezvény tényleg. Meg jó látni tényleg, hogy amikor így beugranak sportolók más szakágakba. Azt tudom, hogy Schumacher kifejezetten szívesen ült például motorra pályaversenyen. Egyszer még talán valami nyaksérülést is összeszedett, amivel ilyen kétségessé vált egy futam indulása. Lehetséges, biztos erőt neki a csapata, hogy ilyenen rizikózik, igen, de... Fú, basszus, mennyire szar lenne, hogyha sikeres autóversenyző lennék, és ezért nem ülhetnék biciklire. Hát tökön szúrnám magam. Ja. Biztos vannak azért ilyen megkötések a szerződésben, hogyha... 1000%. Bár mondjuk te Button az intenzíven triatlon versenyzett, miközben Forma 1-es pilóta volt, lehet. Bár mondjuk az talán annyira nem veszélyes, igen. Futás, országúti bringa, meg úszás, és hogy... De hogy azt felkészülési jelleggel kezdte el csinálni, csak aztán annyira belecsúszott, hogy rajta is maradt. Például itt van egyébként most, hogy már Forma 1, akkor Bottas nagyon szeret kerékpározni, és azt rendszeresen űzi. Meg azt hiszem, hogy neki barátnője, feleség, nem tudom, hogy mi a státuszuk, de ő talán kerékpárversenyző, és nyilván ez is szerepet játszik ebben, de ez is egy Walter Csabival beszélgettem egyszer pár éve még egy sajtóúton Törökországban, és ő is akkor éppen így a triatlonra egy eléggé rá volt csúszva. Tehát, hogy egész az autósport az azért sport, mert nagyon komoly fizikai állóképesség kell hozzá, és ezt meg így tudod megszerezni. Szóval ez szerintem menő. Ez szerintem abszolút menő. No, mink van még? Beszélgettetek a kommentelős videóban
Rolanddal ugye erről a YouTube 4K, hogy valaki írt a kommentben, igen, hogy rohadjon meg a YouTube, hogy a 4K fizetős, és egyébként szóval még nem az, de valószínűleg az lesz. Én pont olyat olvastam, hogy volt erre kísérlet, igen, csak annyira rossz volt a visszhangja, hogy elkaszálták. Lehetséges egyébként, viszont szóval nem népszerű, biztos, hogy nem lesz népszerű a véleményem ezzel a kapcsolatban, de azért sok dolgot látni kell. Szóval a YouTube ugye az Google alá tartozik. Igen. És a Google egy cég, egy vállalkozás, akinek az a célja, hogy profitot termeljen. És amit nagyon sokan nem látnak, hogy ugye fejlődik a videózás is. Most már tulajdonképpen alapvetőnek tekinthetjük a 4K tartalmat. Igen. Viszont a 4K az a Full HD négyszerese méretét tekintve, ezért fájlméretet és a fájlméret miatt sávszélesség, használt sávszélességben is tulajdonképpen exponenciálisan növekszik. Nem értek hozzá, de itt a bitráta nem kavar bele? De, tehát egy nagy, nagy bitrátájú 1080, meg egy kis bitrátájú 4K között nincs exponenciális különbség, nem? Alapvetően nincsen, és ezzel kompenzálja a YouTube, viszont hogyha a 4K is egy alacsonyabb bitrátával sugárzott adás, akkor főleg, hogyha kis eszközön nézed, nincsen nagy különbség. Ugye, amit mondtál is, vagy beszéltetek róla, de hogy nem tudod megkülönböztetni így, de hogyha leülsz a tévé elé. Így van, akkor ott egyértelműen van különbség. Mondjuk de a Netflix ezt csinálja évek óta. Igen. Tehát van olyan jellegű előfizetési csomag, ahol nincs 4K. Igen. Igen, és ott nem hápok senki. Mert ott szerintem sosem volt. Szóval ugye az a legrosszabb, hogyha valamit van, megszokod, és utána ezt elveszik tőled, ezt általában legnehezebb legyelni. Én ezt üzleti modell tekintetében nem tartom jónak. Tehát egyetértek abban, amit mondasz, viszont ezt a kiesést ezt inkább úgy kéne pótolniuk, hogy nyújtanak egy olyan szolgáltatást, most mondok egy fasságot, 8K, de nyilván nem, hanem adnak egy olyan szolgáltatást a prémium mellé, amivel tudják pótolni ezt a fajta többletköltséget, amit a nagyobb sávszélességen. De azt meg akkor senki nem fogja használni, mert teljesen indokolatlan a mai technológia mellett. Én azért mondom, hogy csak mondok egy hülyeséget, de lehet ez bármi. Ott van például a YouTube Music, tök jó ötlet. Ott van például a háttérben futás. Igen, de hogy miért? Persze, de hogy ilyen jellegű dolgokra gondolok, amikor praktikumban. De most szóval a 4K ugye az a költségek szempontjából irgalmatlan ugrás. Irgalmatlan ugrás, és ugye nem, amit mondtál, hogy a 1080-ból egy magasabb bitrát, a 4K-ból alacsonyabb, az nagyjából hasonló szinten mozog, viszont a 4K sem egy alacsony bitrátájú dolog, mert igen, akkor a minősége az nem lesz jó, és a tartalomgyártók ugye, még hogyha Full HD-ban teszik föl, akkor is inkább 4K-ban exportálják, és akkor valamivel jobb a minőség. De nincsen, szóval amit mondtál ugye az előbb, hogy valami pluszt kéne adni. Hiába adna lehetőséget YouTube arra, hogy mondjuk te 8K-ba feltöltsük, csak hogy maradjunk a példánál, a tartalomgyártók nincsenek erre felkészülve, és ezért nem lenne tartalom, amit ebben a formában tudsz igen, de fogyasztani. Gondolj most bele abba, hogy mennyivel antipatikusabb lépés az, hogy nem lesz szó vicc? Mennyivel antipatikusabb lépés az, hogy a Check Engine nem most megjelenik heti 3 videó. És azt mondanánk, hogy figyelj, ezentúl fizetős lesz a Check Engine, és csak heti 2 videó lesz ingyen, a harmadikért fizetni kell. Ez nagyon ellenszenves lenne. Ellenben, ha azt mondjuk, hogy figyelj, ezentúl fizetős lesz a Check Engine, és a heti 3 videó mellé kapsz egy negyediket, hogyha előfizetsz, akkor nem az fizetnének előérte. Nem valószínű, hát Magyarországon nem, gondolom, külföldön igen, azért nagyobb kultúrája van már a tartalomért való fizetésnek, igen, de most csak érted, mit akarok mondani, hogy ja, aki nem akar nem fizetni, veszel nem veszel el, hanem annak adsz, aki fizet. Igen. És én szerintem ez egy előnyösebb hozzáállás üzletileg. Igen, mondjuk, szóval biztos vagyok benne, hogy sokan nem is használják a 4K-t, és csak azért hőbörögnek, mert volt, szóval ebbe teljes mértékben igazad van, hogy ő elvesznek tőlem valamit, köcsögök. Viszont én nem hőbörögök, mert én is prémium felhasználó vagyok, a munkából adódóan nem tudnék máshogy létezni. De biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan vannak így ezzel, és lehet, szóval láttunk már több ilyen mozzanatot a YouTube-tól például, ez is, hogy ugye a reklámok irányítását el fogják venni. Novembertől, ha jól tudom. Azt hiszem november, hogy eddig ugye az volt, hogy te
neked volt ráhatásod, hogy mennyi reklám jelenjen meg a videódban. És hogy hol? Így van, és innentől kezdve ezt a YouTube visszaveszi magához. És nyilván ezt azért csinálják, mert hogyha a te videódban több reklám jelenik meg, az a YouTube-nak is plusz bevétel. Mert ugye persze, bizonyos százalékot ő is kap a reklám megjelenésből, és simán meg fogják csinálni később is, hogyha nem éri meg nekik az, hogy a 4K-t ingyen nézhet, akkor valahogy máshogy fognak megszivatni, hogy ezt a kiesett bevételt ők kompenzálják. Szóval azért gondolom, hogy talán egy fokkal jobb lenne úgymond megelőzni, hogy ne később nagyobb dologgal szívassanak meg, mert úgyis megfognak, mert nekik a profit a lényeg, és az, hogy ez megérje nekik. Igen, ezt felejtjük el nagyon gyakran, hogy ez nem egy jó szolgálat. Ez nem. Ők nem a jó kedvükből és a jó szívük miatt csinálják ezt. Nem, ez egy üzleti vállalkozás. Itt a félreértés az nagyon sok emberben abból adódik, hogy akkor kezdtek el YouTube-ot használni, amikor egy ilyen ingyenes, szabályozatlan, zabolátlan hely volt, de az baj, hogy minden olyan entitás, ami növekszik, az megköveteli azt, hogy előbb-utóbb elkezdjék szabályozni, és előbb-utóbb elkezdjék erősen monetizálni. Igen. Hiszen, basszus, ez a világ rendje, tehát, hogy érted, a pék is azért süti a kenyeret, hogy pénzt keressen rajta, és hogyha nagyobb kenyeret süt, azért több pénzt fog kérni. Hogyha az a kenyér finomabb, vagy mondjuk magos, vagy van benne valami extra, meg van töltve karajjal, vagy akármi, igen, akkor azért több pénzt fog elkérni, és neked a fejedben még az az emlék van meg, amikor 2 forintért vetted a kiflit. Igen. És most, hogy 200 forintot kérnek érte, csak sokkal finomabb, minőségi, egészségesebb, nem tudod, nehezen fogadod el, hogy ezért többet fizetsz. Tehát a YouTube is ilyen, hogy sokkal jobb tartalmat kapsz, mint 10 éve? Igen. Persze. Sokkal jobb minőségben kapod? Na ne! Sokkal nagyobb tartalomból válogathatsz? Persze! Csak ezért most fizetni kell. Igen. Valamilyen módon. Biztos vagyok benne, hogy én is iszonyatosan fel lennék háborodva, hogyha 10-15 évvel ezelőtti YouTube tartalmat kapnám minőségben és mennyiségben, és fizetnem kéne érte, összedőlt volna a platform, tehát ez nyilvánvaló. Persze, ez nem tartható ebben a formában. Igen, de ugye ez mindig egy érzékeny téma volt, és az és is marad. Ne felejtsük el, nem kötelező. Tehát, igen, ha te azt mondod, hogy nem akarsz fizetni, fogyasztod a tartalmat reklámokkal. Úgyhogy, igen, de az a baj, hogy mi erről sosem fogunk tudni hitelesen megnyilatkozni, meg a véleményünk is mindig egy kicsit súlyozott lesz, mert nagyon érintettek vagyunk, így van. Mondjuk, amikor nem voltam érintett is, iszonyatosan felcseszett Mini Feri. Jó, szerintem Mini Feri bárkit felidegesít. Igen. Így van. Ja. Na, választ te egy témát. Legyen egy utolsó, mert aztán végül neked menni kell dolgozni, meg nekem is menni kell dolgozni, úgyhogy nézzünk egy utolsó témát. Nem is a lítium lelő. A matricák! Mert abból még van egy rage-em. Te! Azért jó, mert akkor egy újabb vidám témával tudjuk folytatni. Újabb vidám témával zárjuk a beszélgetést. Én most elutaztam 2 hétre, és Magyarországot autópályán keresztül hagytam el valgaságomra, mivel úgy gondoltam, hogy az a időben, az neked jó lesz. Időben és egyéb tekintetben gazdaságos. Ezért vásároltam egy matricát. 2 hétre utaztam el, tehát legközelebb 2 hét múlva jöttem az országba. Vásároltam egy 10 napos matricát 5500 forintért, mert hogy nem tudtam ennél olcsóbb matricát ennél rövidebb időre venni. A havi matrica mennyibe kerül? Meg nem mondom. Most így hirtelen. Ez a valószínű, hogy jobban jártál volna azzal egyébként. Igen? Ez nem jutott eszembe. Szinte biztos vagyok benne. Nézd már meg, kérlek, addig még rage-el egy kicsit. Szóval, hogy megvettem, majd amikor 2 hét múlva visszatértem az országba, és újabb 2 órát eltöltöttem az autópályán, ezért megint megvehettem egy 10 napos matricát 5500 forintért, és amikor annyira felcsesztem magam ezen a dolgon, hogy megnéztem, hogy mi a helyzet, és állítólag 2024-től van ilyen terv, hogy lesz napi matrica. Ausztriában ezt bevezették már. Igen, igen, és meg is néztük az árát neki. Szóval, hogy ezt egy kicsit így gáznak tartom. Bevezették az eurót Magyarországon, ez hihetetlen. De amúgy a címe ennek a cikknek ez felháborító, mert igazából annyiról van szó, hogy az autógyártók nem forintban adják meg az új autó árát, hanem euróban, mivel nagyon gyorsan változik ugye az árfolyam, és nyilván nekik is az a céljuk, hogy pénzt termeljenek. Igen. Na de, az osztrák egynapos matrica, doppergés, 3300 forint, 8,60 euró.
Az egynapos. Az egynapos. De hát ugye Magyarországon alacsonyabb az életszínvonal, alacsonyabbak a fizetések. Itt lenne 2500. Elő sem fordulhat, hogy Magyarországon drágább legyen a matrica, mint ahhoz, hogy esélytelenek látom. 10 napos 5000 forint, akkor én szerintem ilyen 2 és 3000 forint lesz az egynapos. Igen. Valószínűleg igen. Amit én tökre adtam volna, mert akkor így 6000 forintból lett volna két napra matricám, nem pedig 11000-ből két napra. Már mint, hogy megtalálom, csak... Ja. Nem olyan egyszerű szóval, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert náluk amúgy a nyaralók által használt 10 napos matrica Ausztriában. Na. 3008. Na. Jó, de az a fejlő. Nyugodt. Szóval a 10 napos autópálya matrica 5500 forint, az egy hónapos 8900, szóval jobban jártál volna, ha veszel egy havi autópálya matricát. Igen, ez tényleg ez az én hibám, hogy erről nem tudtam, elcsesztem, felvállalom, de... Mondom. Ettől függetlenül ez igen, valóban. Szóval tényleg sokszor tök jó lenne, hogyha tudsz venni egynaposat. Igen. Igen. Alapvetően ennek a bevezetése az szerintem egy jó intézmény lenne, nem véletlenül vezetik be Ausztriában sem. Mondom, szerintem. Állítólag 24-től nálunk is tervben van. Én nagyon bízom benne, hogy megtörténik, majd nyilván készítünk ennek videót az okairól, meg egyebekről, mert hogy... Tehát ez így gáz. Tehát nem azt mondom, legyen 2000 forint a napi pályamatrica. És akkor tényleg a két napot le tudtam volna 4000-ből. Uh-huh. Az állam közel annyi bevételhez jut, mintha 10 naposat vettem volna, csak nem áll fent a veszélye, hogy én 10 napig koptatom a szép magyar autópályákat. Tehát basszus. Mondjuk súlyos károkat okozná, hogyha 10 napig folyamatosan mész az autópályán, mert... Ott rohagyom, akkor is most megvettem ezt a 10 napos matricát, még van belőle még 5 napom, úgyhogy még 5 napig itt fogok körözni, ezért nem megyen oda-vissza. Mondjuk az M5-ösen talán jobban jársz, messzebb van, de jobb az út. Ki van fizetve, úgyhogy akkor is lehasználom. És amúgy még egy nagyon érdekes pénzügyi vonatkozás, amivel zárni kéne, hogy ez az eurós. Ezek az eurós Volkswagenek, hogy Dani, kérlek, vezesd elő, miről van szó, és miért tartod felháborítónak ennek a vezesses cikknek, vagy HVG-s cikknek a címét? Talán vezes volt, de már én csak előkutatom gyorsan. Tütri. Igen. Meg lesz. Uh-huh. Így van, Volkswagen Magyarország. Szóval a cikk... Portfólió. Így van. Bevezette az eurót Magyarországon a Volkswagen. Ami... Szóval, hogy így a cikket, ha elolvas, hogy nyilván a Volkswagen nem tudja bevezetni Magyarországon az eurót, mint hivatalos fizetési eszköz, de azért hiszen erre így felhúzod a szemöldöködet, hogy mégis igen. Mi a túró történik. És Dani, miről van szó? Arról van itt szó, hogy eddig nem volt túlzottan nagy nyilvánossága, de Porsche Hungária által értékesített új autók árát, te nem bemész, és akkor megmondják, hogy forintba, hogy ez ennyibe vagy ennyibe kerül 20x millió forint egy új autó, hanem ez 10x ezer euró. Így mivel? Van. Mivel szokták mondani, hogy stabil, mint a forint, az arra utal, hogy valami inger feldől a francba, igen. Mert hogy akkorákat ingadozik a nemzetközi fizető eszközünk, a Bundesschilling, hogy feltűnt az autógyártóknak, hogy ez nem jó. Igen, hogy egy ilyen 10-20 ezeres vagy 30 ezer eurós léptékbe, amiben ma már egy autó kerül, igen. Ez irgalmatlan nagyot számít. Tehát, hogy ez egy kockázat számukra. És én ezért nem is annyira a Porsche Hungáriát, vagy hát Magyarországi Volkswagen-t alapvetően ezzel nincsen, hanem, vagy szóval... Ez inkább a csodálatos gazdaságpolitikánkra igen. Vezethető vissza, és azt azért még így hozzátenném, hogy az ilyen mindenféle banán köztársaságok és általunk lenézett balkáni államok olyanok, hogy a fiatalok már nem tudják, hogy mi a nemzeti fizetőeszköz, mert mindent euróban intéznek. Igen. Egyrészt azért, mert a fél ország Németországban dolgozik, másrészt azért, mert azoknak az országoknak is annyira stabil a valutája, hogy egész egyszerűen inkább euróban intézik az ügyeiket. Igen. Tehát, hogy ez az első lépés afelé, hogy mi itt így partizánból bevezessük az eurót magunknak. Igen, az alapvetően nem ezzel van probléma, mert ez egy érthető dolog. Ez egy nagyon rossz dolog. Igen, nem mondom, hogy jó, de érthető, de itt igen, tulajdonképpen csak a cikk címének a megfogalmazása nyitotta ki a bicskát a zsebembe, de ja, ennyi. A Volkswagen házon belül bevezette az eurót. Igen, és egyébként a Volkswagen csoportban talán, igen, mert az Audinál már így van, és az összes többi márkánál is a Volkswagen volt az utolsó
aminél ezt meglépték. Nem értem, hogy miért nem egy, az egész koncern szinten egybe de csinálták, tényleg, de azért gondolj bele, hogy egy Audit nem akkora művészet elkonfigurálni 100 ezer euróig, már akár egy A6-ost is. És 100 ezer eurónál, amikor a 380-ból 420 lesz, azért az... Egy éjszaka alatt. Az érezhető. Jó, az nem egy éjszaka alatt szokott 40 forintot ingadozni, de mondjuk egy hét alatt. Igen. Az akkor is tett, főleg amikor mondjuk vársz egy hónapot az autódra, igen, és akkor egy hét alatt veszel, és akkor kérem fáradjanak a kasszához. Össze van kuporgatva a kis 38 millió forintod az A6-os Audira, és akkor mondják, hogy bocsánat, dobjam el elé még kettőt. És akkor jaj, miből fog venni a család? Hogy... És egyébként én most nem tettem be a cikket, de ahogy nézegettem a témákat, találkoztam egy ilyennel is, hogy valami szabályozás készül ezzel kapcsolatban, hogyha te odamész, megrendeled az autódat szerződés köz, de ugye, ha jól tudom, nem kell kifizetni, csak átvételkor. Előleget fizetsz, jól tudom. És akkor a szerződés kötéskor te kifizeted a előleget, és megvan, hogy mennyibe fog kerülni, akkor nem csinálják azt, hogy közben 3 millióval drágább lett, szóval létsz, és akkor azt szerint fizetsz. Igen, ezt akartam mondani, hogy ennek fogyasztóvédelmi aggályai nagyon komolyan, igen, lehetnek, és hogy ennek utána kell járni. Itt megint egy kicsit azon, hogy erről beszélgettünk sokat a napokban, hogy egy cég milyen kötődésű, hol van a központja, uh-huh, és akkor most... Milyen szabályozások vonatkoznak rá? A országban bejegyzett cég, B országban szolgáltat, akkor ilyen tekintetben melyik szabályozások vonatkoznak rá? Ez egy érdekes kérdés lesz, az biztos, hogy ez ügybe lehet, hogy érdemes lenne csinálni egy videót, föltelefonálni a Porsche-t, meg a fogyasztóvédelmet, uh-huh, hogy mi az álláspontjuk ezzel kapcsolatban, mert ez tehát ilyen autókat vesznek. Ez sok embert érint, és hogy ez egy érdekes kérdés, hogy nem tudod, mennyit fogsz fizetni az autódért. És meglepetés. Tombol. De lehet, hogy megtörténik a gazdasági csoda, lemegy az euró 250-re, és még vissza is adnak némi pénzt. Ettől félek én is, hogy visszaadják, igen. Zárjunk ezzel? Szerintem igen. Köszönjük, hogy itt voltatok. A webshopban akciósak termékeink, póló például, ami rajtam van, ez is egy szép új termék, illetve emellé kaptok matricát. És... Várjál! Csináljunk egy spoilert azoknak, akik nézik az adást. Említetted a legutóbbi videóban, ugye, hogy az autóink közül az egyik, aminek zöld színe van és aranyfején ilyen. Megvalósul kulcstartóként. Ami nem hasonló, az én autóm. Hasonló minőségben valósul meg majd, mint a Cayenne. Így van. És, ehhez is lesz kötve egy bizonyos... plusz játék, igen. Adunk valamit mellé, hogy ne az legyen, hogy kifizettek nekünk valamit, hanem legyen esélyetek valami többlethez jutni. Úgyhogy én most belemutatom a kamerába, hogy fog kinézni a kulcstartó. De csak gyorsan? Nem, inkább messziről mutatom. Zoomolgassanak, és aki meg hallgat minket, az most verje a fejét a falba. Ott van, így fog kinézni, ilyen lesz, így van. Szóval hamarosan érkezik ez is a webshopba, és akkor minden részletet meg fogtuk tudni róla. Videóban el fogjuk ezt mondani. Innen is gratulálunk akkor Nagy Norbinak és Mihelis Norbinak. Drukkolunk, szorítunk, és Kevin se hagyjuk ki a szép teljesítményével. Így van. Mire számíthatunk az elkövetkező hetekben? Milyen tartalmak lesznek a nagy csatornán? Néha. Az Audin dolgozunk nagy erőkkel. Most a Diffi, most fölállok innen is, melyek Diffi konzolt gyártani, hogy a V220 Diffi-e. Ez egy Mercedes differenciál, mert fennáll egy nagyon érdekes probléma, ezt még esetleg hozzunk a hallgatókkal. Valaki felhívta rá a figyelmünket, mikor elkezdődött a projekt, hogy az OM606 Merci motor bekerüljön az A6-ba, hogy az A6-nak a hátsó diffie fordítva hajt. Ugye alapvetően a motor óra mutatójárásával megegyezően forog. Ebben megegyezik az Audi és a Mercedes motor is, de az osztóműnél jön. Így van, mivel ez egy összkerekes Audi volt, és az osztóműben a hátrahajtást megfordítják. Gondolom így tudták megoldani, és ezért van így. Viszont ugye mivel elől a hajtóműben megfordították, hátul a diffibe is meg kell fordítani, és így lett volna hátrafelé hadsebességünk, ami viszonylag szomorú lett volna, ezért kellett alternatív megoldás után nézni. Viszont azt meg kell hagyni, hogy irgalmatlan szerencsénk volt vele, mert a V220 diffi egy Merci S-osztály diffi, amit ez mi kinéztünk. Ez a bána után így van. Összefolyt lámpás és Merci. A féltengely kihajtása osztókörre, méretre egy-egyben megegyezik az Audi-vel. Annyi a kis porvédőlemez. Így van. A kis porvédőlemez ki kellett cserélni, mert annak picit más a formája, de azon kívül csavarra bemegy oda. És akkor annyi van, hogy kell gyártani, a kardán nyilván át kell alakítani, de kell gyártani egy konzolt, ami tartja helyén a diffin, és
ilyen jól fog működni. Ezt meglátjuk, hogy mennyire lesz tartós. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Nézzétek meg a webshopot, hogy milyen termékeket tudtok vásárolni, illetve köszönjük a támogatásokat, amit az előző videóban is említettél, hogy van néhány nézőnk, aki ilyen formában is kifejezi a köszönetét, hogyha a webshopon vásároltok, ez is ugyanilyennek minősül, támogattuk minket vele. Ne szuperköszit küldjetek, ezeket az 1-2000 forintokat ne szuperköszibe küldjetek, hanem vegyetek kulcstartót, mert akkor legalább valamilyen anyagi, tehát hogy... Kaptok érte egy dolgot, meg... ami hozzánk köthető. Kaptok érte egy dolgot, és nem csak egy komment lesz belőle, úgyhogy tényleg nagyon köszönjük, de jobban is el tudjátok költeni azt a pénzt, meg vegyetek belőle benzint és autózatot. Vagy ha villanyautótok van, akkor tankoljátok villanyautóba azt a pénzt. Napelemről. Napelemről. Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok. Köszönjük szépen, 2 hét múlva találkozunk.